Nagy szeretettel köszöntöm stúdiumban Preisinger Évát, az Őrmezei Közösségi Ház vezetőjét, és azt hiszem, hogy nagy biztonsággal állíthatom, hogy ez a közösségi ház a színházi életéről igen híres, ugyanis minden korosztályban működnek színjátszókörök, társulatok, és különösen az idősekre fordítanak nagy figyelmet, ami sajnos, valószínűleg sajnos ritka a mai világban. Ön szerint mi az, amiért rájuk érdemes és fontos odafigyelni? Én valóban így van, amit elmondott, hogy azért fordítottunk most kiemelt figyelmet egy picit az 50x-en feletti generációra, mert úgy gondolom, hogy méltatlanul egy picit kevés az a lehetőség, ami az önmegvalósításukra lehetőségként kínálkozik bárhol. Tehát, hogyha akár a kereskedelmi televíziókat nézzük, vagy bármilyen más orgánumot, szinte alig lehet látni, hogy ők is megmutathatják, amik még bennük rejlett, vagy nem éltek ki a normál civil életükben, hiszen nagyon sokan vannak, akik úgymond polgári szakmát éltek, dolgoztak végig, de a bizonyos művészeti ágakban fantasztikus dolgokra lettek volna képesek, csak hát éppen nem úgy alakult a sorsuk, hogy erre teret, lehetőséget kaphattak volna. Ezért jött ez a bizonyos ötlet, hogy miért lehetne szenior ki mit tudott rendezni, és ezeknek az embereknek és rejtett tehetségeknek teret adni. És nagyon nagy dolognak tartom, hogy Új-Buda önkormányzata nagyon nagy mértékben támogatta ezt a rendezvényt, és én úgy gondolom, ugye ez régi dolog, hogy egy társadalmat minősít, hogy hogy bánik az idősebb korosztállyal. Én úgy gondolom, ez egy nagyon szép gesztus volt, és érdemes volt, tehát bizonyítást nyer, hogy érdemes volt elindítani ezt a úgymond szenior ki mit tud, csúnya szóval mondom, projektet, hiszen több mint 100-a jelentkeztek jelen pillanatban. Sokan például már ezen is meglepődnek, hogy igényük van rá igényük, ebben a korban. Igen, és nagyon lelkesek, és amikor egy-egy telefonhívás után azt mondja nekem egy 67 éves, 70 éves néni, hogy áldja meg az Isten magukat ezért, hogy egyáltalán, és tényleg érdeklik az embereket, hogy mi még mit csinálunk. Persze, hát tessék jelentkezni, szóval bűbájos történeteket tudnék erről mesélni, és nagyon örülök, hogy olyan zsűri tagokat sikerült megnyerni, erre viszont figyeltünk, hogy csak az 50x-en felüli korosztályból kerüljen ki a zsűri, és neves emberek legyenek, és meglepő volt, hogy készséggel vállalták a zsűrizést, sőt, ők mondták, hogy megtiszteltetés. Kiket láthatunk a zsűri tagok között? Hát sorolnám. Pécsi Ildikó színművésznő, Hamari Júlia operaénekesnő, Novák Ferenc, a Tatus becenévén, akit azt hiszem nem kell bemutatni a néptánc terén, Bilicsi Erzsébet, hogyha valakit kihagytam most, bocsánat, de azt hiszem Gonda János. Azt hiszem, hogy ez egy elég neves és rangos zsűri, aki előtt fel fognak lépni az 50x-en felüliek. Ön már sokat foglalkozott ezzel a korosztállyal, ugye működik egy idős színi társulat is, a Tarka Színpad a közösségi házban. Ön szerint mi az, ami megvan az idősebbekben, és amit érdemes kihozni, ami bennük plusz a fiatalabbakhoz képest? Az életkoruk, a megélt életkoruk, a megélt tapasztalat. Tehát azt hiszem, hogy ezeket muszáj felszínre hozni, és nem szabad hagyni, hogy 50 év feletti emberek úgy érezzék magukat, hogy ők már feleslegesek, már nem olyan ragyogóan néznek ki, mint egy 20 éves modell, vagy egy 30 éves modell, de én úgy gondolom, hogy nem mindig ez a legfontosabb, hanem az, hogy van bennük önmegvalósítási vágy, kreativitás vágya, le tudják vetkőzni a
gátlásaikat, kimernek állni a színpadra, sőt fejlődni is képesek, és erre bizonyíték tényleg az 5 éves Tarka színpad, ami március 20-án lesz pontosan 5 éves, és nem az, hogy elkopnak, vagy megfutamodnak a feladatok elől, hanem 36-an vannak már. Azt hiszem, hogy ez mindent elmagyaráz. És alkotnak, és csinálják, és tanulják a szövegeket, nagyon ugye nehezebben, mert van olyan, aki 60 éven bőven felül van, és hajlandó szerepet tanulni, csinálni, és azt hiszem, hogy nagyon nagy változás van az 5 évvel ezelőtti tagságához képest, ha most megnézzük, pedig 5 évvel idősebb lett, és mégis fellépésben büszke arra, amit csinál, és amit még nagyon jónak tartok, ami miatt a Tarka színpadot én mindenképpen szeretném, amíg lehet megőrizni, hogy hívogatják őket olyan helyekre, ahol mondjuk színházi együtteseket nem tudnak fogadni. Mert ingyen játszik, elmennek klubokba, mozgássérültekhez, egyebek, tehát nagyon sok helyen, idősek, szociális otthonokba, ahol lehet, és komplett színházi előadásokat láthatnak, hiszen Heltait játszanak, Saxot játszanak, és most elkészült az Új Buda Tréfeum, ami irodalmi kabaré lényegében, és elfelejtett irodalmi értékű kabaré jeleneteket dolgoztak fel, kisebb jelenetekből összetéve, Móricz Zsigmond Karintitól kezdve minden van, és hatalmas örömmel játsszák, és hogy ezt érdemes csinálni, arra megint csak azt mondom, hogy bizonyíték, amúgy nem kis kitartás kell, hogy ez az emberek tudatába bekerüljön, és tényleg elhiggyék, hogy tényleg jó, mert bizalmatlanok az emberek már, hogy ha olcsón kapnak valamit, az nem biztos, hogy jó, pedig ez nem teljesen így van. Hallgatva ezt a színes és energikus munkát, ugye ezen a területen folyik, elgondolkodtam azon, hogy lehet ennek esetleg egy olyan indítatása is, hogy olyan dolgokat próbálnak meg most kihozni magukból, amit a korábbi életükben nem sikerült megvalósítani, és most úgy érzik, hogy... Így van, ez teljesen így van, és gyakorlatilag erre alapoztuk ezt az egész dolgot. És a mostani Őrmezei Objektívben, ugye a kis saját újságunkban, erről írtam a bevezető cikket, hogy például Amerikában úgy hívják az 50 feletti generációt, hogy Gold Generation, nálunk pedig szépkorúaknak. Hogy milyen jelentésbeli különbség van. A szépkorúak általában ugye szép kort megél, tehát az évek számát jelenti, a gold, az arany, az minősít. Tehát, hogy arany, tehát az a sok tapasztalat, tudás, ami benne van. Tulajdonképpen ezt próbáljuk felszínre hozni, és ezt tudja kamatoztatni bármilyen furcsa színjátszásban, a tapasztalatban, hiszen egy fiatal színész bármilyen tehetséges, tehát az élet Beni tapasztalatai még nem olyan erősek és sűrűek, mint egy 50 felettinek. Tehát nagyon nagy csodák vannak. Érdemes vele foglalkozni. Ha egy kicsit visszalépünk korban, akkor ott vannak a fiatalok, a 20 évesek, akik ugyancsak úgy hallottam, hogy megnyilvánulhatnak az önök színpadán, különösen az opera műfajában. Bizony, az Új Buda Kamara Opera, így neveztük ezt a kicsi kis társulatot, ami még csak egy magocska, mert hatan vannak, de már is nagyon értékes produkciókat hoztak létre, hiszen ott az a gond, hogy a fiatal operaénekesek, akik mondjuk még tanulnak, nagyon nehezen tudják színházi körülmények között megmérettetni magukat, mert más egy vizsgaszituáció, amikor egy zongora mellett elénekel egy áriát, tehát ők szeretnének már játszani, tehát éles szituációban kipróbálni magukat, és nálunk van lehetőség. Köllő Miklós rendezi, Pergolizi Úrhatnám szolgáló bemutatója lesz március 14-én a Közösségi Házban, gyönyörű operai díszlettel. Erre a műfajra is van egyébként közönség? Van, mindenre van. Ha az sikerül elhitetni, hogy ez tényleg színvonal, és jó, és megvehető áron, akkor van. És én ebben hiszek, és ezért csináljuk, és mindent bevettünk, hogy ez működni tudjon. Ha még egyet ugrunk lefelé, akkor a gyerekekhez érkezünk, ott Opa, pedig már egy jól bevált színi társulat működik, azt hiszem, hogy nagyon szép sikereket értek el mostanában. Igen. Nem nagyon akarok dicsekedni, mert érintett vagyok benne, mert
18 éve vezettem ezt a bizonyos Komédia 2000-et. Először a Kelenvölgyi Közösségi Házban kezdtem el 1990-ben, aztán Őrmezei Közösségi Házban, miután oda kerültem, ott folytattam 2000 óta, most már ugye 8. éves a társulat, és 7 évestől 18 éves korig járnak hozzám a gyerekek. És igen, szép sikerek, Vörös Sándor országos színjátszó találkozón, aranydiploma, aranyoklevél, tehát jól dolgoznak a gyerekek, ez az igazság. És a zene terén is tudnak olyat nyújtani, amit eddig nem rég indult be egy új Buda Jazz Keddel nevezésű program. Igen. Ennek milyen volt a fogadtatása? Mert ez a műfaj nem feltétlenül az a, amit az emberek a mindennapjaikban hallgatnak. Volt igény, vagy megteremtődött az igény egy igényes zene iránt? Így van, megteremtődött az igény, mert hogyha innen indulunk ki, hogy ülünk az íróasztal mellett, és gondolkodunk, hogy na, mire lehet igény? Mivel lehet az emberek inger küszöbét átlépni? Én ebben nem hiszek, hogy át kéne lépni az inger küszöbét. Én arra gondolok, hogy valós értékeket tálcán oda kell nyújtani, és nem hiszem, hogy nem vevők rá. Meg oda kell nyújtani, kitartóan mutatni, de ez van, gyerdek, van, és ez nálunk gyönyörűen bevált. 2006 őszén indítottuk el az Új Buda Jazz Keddet, és megnyertünk ennek az ügynek nagyon nagy neveket, hiszen Malek Andrea, Bergendi István, Csepregi Gyula, Gonda János, hát még sorolhatnám a neveket, nagyon nagy nevek jártak nálunk, Hobó, most Horváth Csárli lesz a vendégünk februárban. Jönnek, beszélgetnek, kialakult a törzsközönség, most legutóbb például egy gyönyörű est volt a Gonda Jánossal, ugye őt nevezhetjük a jazzgurunak, a magyar jazz intézményesített formáját, tulajdonképpen ő teremtette meg, 75 éves, fantasztikus, nagy tudású valaki, és akik ott ültek, körülbelül 40-en, hát ez egy klubszerűen megrendezett esti program. Jóval többet tudtak meg, azt hiszem, a jazzről, és ez kortól független, idősebbek, fiatalabbak ültek köztük, és volt egy pár Weineres diák, és fantasztikus élmény volt, hogy a Gonda Jánossal improvizáltak, és nekik is nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy vele játszhattak. Ezek szerint ezek a nagy nevek is szívesen jönnek el egy ennyire pici közösségbe így is? Így van. Ha látják, hogy egy bizonyos színvonalt képvisel az az intézmény, akkor eljönnek. És most már van múltunk, és tudunk dicsekedni, és ez nem dicsekvés igazán, hanem tényleg közelebb hozni az emberekhez ezeket az úgymond nagy neveket. Ne legyen fal, legyen egy beszélgetés. Más a televízióban nézni, ülve, hogy valakivel beszélgetnek, és más, amikor így ülünk, mint ahogy én most önnel, és beszélgetünk, és kérdezhetek tőle dolgokat magáról, amire én vagyok kíváncsi, és nem csak a riporter. És végül, ha már így felcsigáztuk a közönséget, akkor mondjuk el, hogy mi lesz a következő program az Új Buda Jazz Kedden, amire eljöhetnek a nézők? Hát az Új Buda Jazz Kedden, ahogy említettem, február utolsó keddjén lesz Horváth Csárli a vendégünk, de a nőnapon, március 7-én egy nagyszabású 90 perces Benko Dixielandben koncert lesz az Őrmezei Közösségi Házban, ami kapcsolódik egy fantasztikusan érdekes kiállításhoz, egy selyemfestő nő, Rérenberg Ildikó kiállításához, akinek a selyemfestményei a Benko Sándor zenéjének ihletésére készültek. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy elég izgalmas program lesz március 7-én, amire minden új budai polgár szívesen várunk. A hölgyeknek ingyenes a belépő, a férfiaknak meg mindenért mindig fizetni kell. Ahogy ez már lenni szokott. Ahogy ez már lenni akkor szokott. Mindenkit szeretettel várunk a jazzbe való belekóstolásba. Köszönöm, hogy itt volt. Én megköszönöm a lehetőséget.